Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Ászok, a Revita Televízió műsorán. Televíziónk híradójában jó néhány hónapon keresztül meglehetősen sokszor foglalkoztunk egy fiatalemberrel, egy 14 éves fiatalember, aki úszó, és nem mellékesen vezeti a magyar ranglistát. Kitalálhatták, hogy úszásról fogunk beszélgetni, és ebből az alkalomból két meghívott vendégem itt ül velem szembe, Varga Dominik, aki ezeket az érdemeket megszerezte, illetve edzője, elnöke Farkas János. Szervusztok, köszöntelek benneteket a műsorban, örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Jól vezettem fel, ranglista vezetőről beszélünk. Igen, én is szeretettel köszöntöm a nézőket valóban. Az 50 és a 100 méteres hátúszás korcsoportjának ranglista vezetőiről van szó. Dominik, mennyi munka van ebben? Hát nagyon sok munka van benne. Létezik az, hogy valakinek legyen ennyire speciális száma, mint mondjuk a hátúszás? Szerintem létezik. Hogy állsz a többi úszással? Hát a többi úszásra is rá kell állni, mert a vegyesre nagyon kell majd. Uh-huh. De szerintem ott se rosszul. Ez nem úgy zajlik egészen pontosan, hogy előbb a különböző úszásnemeket gyors, mell, hátpillangó kell fejleszteni, aztán utána majd a vegyest? Hát ezt én így nem tudom. Uh-huh. Ezt János bácsi tudja. Akkor hogy van ez, János, egészen pontosan? Tehát egészen pontosan úgy van, hogy megtanultunk úszni. Uh-huh. Először találtunk, ez nem most történt? Ez nem most történt. Először kerestünk és találtunk egy úszásnemet, ami per pillanat jobb volt, mint a többi. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy a többi úszásnemmel nem foglalkozunk. Szépen, folyamatosan ez is össze fog állni, és azért nem titkolt célunk az, hogy a vegyes úszást is szépen össze akarjuk rakni. Utoljára, hogyha jól emlékszem, akkor augusztusi híradomban foglalkoztunk Dominikkel, amikor is az országos vidékbajnokságot nyerte meg Székesfehérváron. 50 és 100 hát arany. Jól emlékszem én erre? Igen. Milyen volt az a verseny? Hát nem is egy, hanem két versenyszámban is a dobogó legmagasabb fokára állhattál. A verseny az nagyon jó volt. Időben jobbra számítottunk. De hál' Istennek... Mennyi lett az időt, bocsáss meg, hogy közbevágok? Tehát 100 méteren... 100 méter 1.03. 1 perc 3 másodperc. 1 perc 3 másodperc 6 tized. Uh-huh. Csak így hozzávetőlegesen kérdeztem, hogy tudjanak hova tenni a nézők. Igen? 50 méteren pedig 29.1, ha jól emlékszem. Tehát nagyjából, annak meg nagyjából a fele. Igen. Viszont ugyanakkor, hogyha jól tudom, akkor valami fajta nehézségeit támadtak 200 méter háton. Mert hogy, ha jól emlékszem, akkor hajlamos vagy a hosszabb versenyszámokba, vagy versenytávokba belealudni. Hogy is van ez pontosan? Hát a végére már nagyon elfáradtam. A verseny végére, vagy a táv végére? A táv végére, mert úgy akartam, hogy az elejétől kezdve én vagyok az élén, és sikerült is, csak hát a végén már nagyon elfáradtam. És ergo a többiek? Nek több ereje volt? Hát nem hiszem, hogy több ereje volt, csak esetleg jobban osztották be. Uh-huh. Uh-huh. Mi a megfelelő taktika, János, ilyenkor? Mondjuk 50 méteren gyanítom, nincsen taktika. Egyértelmű a történet, ott nagy taktika nincs. 100-on és 200-on már van. Gyakorlatilag a két utolsó versenyén, az országos vidékbajnokság és az országos gyermekbajnokság, a 200 hát volt a kritikus versenyszámunk. Ennek nem csak versenyzési okai voltak, hanem felkészülésbeli problémák is adódtak. Világos. Nem tudtunk teljes egészében felkészülni a 200 hátra. Ezért volt az, hogy nem a saját taktikánkat kellett úszni, amit tudunk. Amely az lenne, hogy? Ami az lenne, hogy egyenletes 50 métereket úszni folyamatosan uh-huh. végig, hanem bizonyos fokig alkalmazkodnunk kellett a többiekhez. Ez pedig óvatatlanul magában rejti a veszélyt, hogy valahol lehet egy lukas 50 méter, mint ahogy volt is, és a harmadik 50 méteren, amit mi úgy mondtunk, hogy egy kicsit belealudtunk, hát igen. Vagy belealudtunk, vagy a többiek voltak jobbak, és ott elmentek tőlünk, és az utolsó 50 méter már kevés volt ahhoz, hogy ezt a hátrányt bedolgozzuk. Tény azonban, hogy az 50 méteres időeredményeket, hogyha nézem, és a mezőnyt is hasonlítom hozzá, akkor az utolsó 50-e magasan neki volt a legjobb, a legerősebb 50-et, ő tudta úszni. Ez hosszú távon jelentett valamit, és hát nyilvánvaló, hogy úgy kell felkészülni a 200 méterre is,
hogy ott minden egyes 50 métert úgy kell megúszni, hogy abból később a végén ne legyen gond. Gyanítom, nem akármilyen társakkal versenyez. A fővárosból innen-onnan, és számtalanszor beszélgettünk már erről, hogy Győrben bizony nem megfelelőek az úszoda körülmények. Abban a medencében, amiben ti készültök, az 25 méter vagy 33 méter hosszú? 25 méteres medencébe készülünk, ez nem lenne olyan nagy tragédia. Tehát, hogy mondjuk egy durván 200 méterhez 8-szor kéne fordulnia, ezért nem megfelelő mondjuk a felkészülés? Nem egészen. Itt a probléma inkább a vízmélységgel van. Tehát az, hogy mi egy rajtot, egy fordulót... Edzés közben leteszed a lábad? Nem erről van szó. Nem tudunk olyan mélységben dolgozni, ahol egy normál versenymedencében egy rajtot és egy fordulót meg lehet csinálni. Hiszen a mi medencén 110 cm mély, tehát ott nem tudjuk ezt megcsinálni. És bizony a versenyekre való elutazáskor és a versenyek közbeni bemelegítéskor az első szakasz az arról szól, hogy hozzászokjunk a medencéhez, mert problémát okoz. Ismerjük a győri viszonyokat, más lehetőségünk, esélyünk nincs, mint az, hogy bízunk abban, hogy egyszer nekünk is lesz egy olyan medencénk, mint például a Fradinak, vagy a Kőbány SC-nek, vagy a Jövő SC-nek, de mondhatnék nagyon sok vidéki várost is. Hát, ha nekünk is lesz majd valamikor olyan medencénk, és a feltételek a felkészülésben egyenlőek lesznek, mert azért azt látni kell, hogy hatalmas handicappen indulunk mi a többiekkel szemben. Ettől függetlenül azért mégis mi vagyunk ott az elején. Ott vagytok az elején, ranglista vezető vagy, ismerik már a Varga Dominik nevet a 14 éves korosztályban? Remélem, hogy nagyon jól ismerik. Aha. Kik a legnagyobb ellenfeleid? Egyáltalán mennyivel vezeted ezt a bizonyos ranglistát? Most lecsökkentettem ezt a ranglistát egy másodpercen belül. Tehát ez másodpercre van megadva ez a ranglista? Század másodpercre. Két hónap elment, vagyis hát kiesett a felkészülésből, és ha jól tudom, 3 másodperc volt az az előnyöm a ranglistán, és ez sajnos lecsökkent egy másodpercen belőle. Mekkora önbizalmat ad neked ez mondjuk a következő szezonra, vagy következő évre nézve, hogy vezeted ezt a ranglistát? Hát nagyobb önbizalmat, nagyon nagyobb bizalmat ad, mert nem a nulláról kell elkezdeni, hanem már felépítettünk valamit. Értem. Hogyan van pontosan ez a ranglista számítás? Van egy évben adott számú verseny, amelynek az eredményeit összeadogatják, majd átlagolják? Nem. Ez ugye hiteles 50 méteres medencében teljesített szintidő eredményről van szó, szóval, ami azt jelenti, hogy ezt egy automatikus rendszer rögzíti, és aki a legjobb időeredményt éri el az adott évben, az a ranglista vezető. Az a különbség, amiről a Domi beszélt, az, hogy tavasszal jóval több volt az előnyünk, mint amennyi most. A felkészülésbeli hiányosságok miatt csökkent ez le, de nem jelent ez olyan nagy tragédiát. Ebből erőt kell meríteni, tudjuk, mik voltak a hibák, és ezen módosítani fogunk. Az előző gondolatmenethez még azért annyit hozzátennék, hogy a vidéki bajnokságon, ami az utolsó verseny volt július utolsó napjaiban, azt megelőzte az országos gyermekbajnokság. Így van, hogyha minden igaz, akkor az júliusban volt. Igen, és Viskolcon kicsit puskáztam. Az nekünk az volt a fontosabb verseny. Gyakorlatilag a csúcsforma ott kellett, hogy érvényesüljön. Én közben kiírtam magamnak, hogy 100 hát arany, és 200 méteren pedig bronz. Igen. Szintén hát. Ez így is történt, gyakorlatilag ott volt csúcsforma, hiszen 1-0-2-41-et ment a gyermekbajnokságon, és 1-3-71-et a vidékbajnokságon. Tehát nem volt már várható, hogy a vidékbajnokságon csúcsformában fog versenyezni. Ettől függetlenül az látható volt egyébként a teljes mezőnyön, hogy azért a csúcsforma az mindenkinek a gyermekbajnokság volt. Én úgy télem meg, hogy ha normálisan tudunk dolgozni, a feltételeink nem jobbak, mert jobbak nem lesznek, de nem lesznek rosszabbak, mint amik ebben az évben voltak, akkor folytatni tudjuk ezt. Bizonyára emlékszel, és a nézők is lehet, hogy néhányan emlékeznek arra, hogy amikor a tavasszal beszélgettünk, akkor voltunk túl a rövidpályás verseny szezonon, így van, és azt fogalmaztuk meg, hogy ha azokat az időeredményeket, amiket rövidpályán teljesítettünk a tavaszi szezonban, azt meg tudjuk ismételni nagypályán, akkor tulajdonképpen jók vagyunk. Hogyha most összehasonlítom, hogy a rövidpályán mentünk 1-1-80-at, 100 háton, most pedig mentünk 1-2-41-et, nem olyan nagy a különbség, ami perdöntő legyen. 200-on már egy kicsit több,
De hát a 200-on lényegesen könnyebb lesz úgy érzem javítani, mint a 107-es eredményén. Nyilvánvaló, hogy ha előre akarunk lépni, akkor még többet kell dolgozni, és még keményebben. Nem engedhetünk meg ilyen másfél-két hónapos laufokat, amikor nem olyan a munka, mint amilyennek lenni kellene. Pedig hát most az elmúlt rövid időszakban, hogyha jól sejtem, akkor a pihenésé volt a főszerep. Kicsit könnyedebb téma, hogy telt a nyár. Úsztál szabad idődben? Vegyük úgy, hogy János bácsi nem hallja. Amikor elmentem standra, akkor persze, hogy úsztam. De nem azért mentem, hogy ússzak, de jól esett. A pihenés? A pihenés is, meg úgy. Meg az úszás megúszkálni is. Aha. Sikerült feltöltődni? Sikerült. Akkor ezek szerint újult erővel? Igen. Úgy legyen. Te említetted, utoljára, amikor beszéltünk erről áprilisban, bizonyos a rövid pályás vidékbajnokság után, megint csak számolgatok, hat érem, és a közül három arany, ugye? Igen. És akkor azt mondtuk, hogy ha töretlen marad Dominik fejlődése, akkor esetlegesen Heraklész válogatott lehet. Hogy is van ez pontosan? Hát a Heraklész válogatottság megvan. Megvan. Tehát tagja a válogatottnak. Ez azt jelenti, hogy a következő évtől, amikor a Eljófnak már kócsoportilag tagja, akkor előnyt élvez nyilvánvalóan azokkal szembe, akik nem kerültek még erre a szintre. Ez egy nagyon jó érzés, hiszen a szövetség részéről a munkánk elismerése az, hogy ő kerettag lett, de ez kötelezettség is. Uh-huh. És ezt ugyanúgy tudomásuk kell venni, mint azt, hogy bekerültünk. Uh-huh. Nehezebb lesz ott maradni, mint bekerülni, de ez kell, hogy akkora serkentő erőt adjon egy versenyzőnek is, edzőnek is, hogy ebből tovább tudjon lépni. A jövő év sem lesz semmivel sem könnyebb, sőt, szerintem nehezebb lesz, hiszen azért azt is látni kell, hogy a magyar úszók nagyon jók korcsoportos szinten is, és nem elegendő szintidőt úszni egy Eljófra vagy egy IFI EB-re, még ráadásul az első kettőben is kell szerepelni ahhoz, hogy oda ki lehessen jutni. Uh-huh. A szintidőt többen fogják megúszni jövőre is, mint ahány hely lesz majd abban az utazókeretben. Világos. Tehát csak a legjobbak, legjobbjai kerülhetnek oda. Nekünk a következő évben valószínűsíthető, hogy még esélyünk nem lesz utazni, annak ellenére, hogy szerintem szintet fogunk úszni, de a következő év, amikor a korcsoportjában ő megint idősebb lesz, akkor az egyértelmű, hogy arra a versenyre már utazni kell, és aztán ezt remélhetőleg folytatólagosan így. Talán a kedves nézőknek is feltűnt, hogy rendszeresen többes számban beszélsz. Gyakorlatilag úgy érzed, úgy éled meg a medence széléről, Dominik mosolyog, mintha te is ott úsznál vele? Igen, szó szerint így van, ahogy mondtad. Én érzem magamon, hogy ő milyen formában van. Uh-huh. Mióta dolgoztak együtt, bocsásolj? Hát most kezdtük alig 7 éve. Jézusom, igen. Hát ismerjük már egymást, tudjuk, hogy mikor mi van. Én 10 másodperccel meg tudom mondani, hogy ő mennyit fog úszni. De ez eddig így is volt mindig. Hogyan van ez pontosan, Dominik? Mennyire vagytok lelkitársak, mennyire vagytok edző vagy úszótársak? Nagyon hála Istennek. Hogyha mondjuk, nem is tudom, nem úgy jön ki egy versenyen a lépés, akkor kapsz áldatlan szavakat? Hát igen, de szerintem ez a normális. Aha, aha. Minden mellett gyanítom, ez a ritkább. Hát, igen, hála Istennek. Mutasd be nekem egy átlagos edzésedet, hogy kell elképzelni, mennyit szoktál készülni a versenyekre? Méterben? Hát, mondjuk. Hát egy edzésen olyan 3000-4000 uh-huh. métert. Uh-huh. Szoktatok úszni? Igen. Mennyire változik az, hogy mondjuk rövid távot úsztok, tehát sprint távot, vagy mondjuk tartós úszás van? Hát amikor tartós úszás van, akkor hosszú távra, szóval olyan 1000 méter, meg 800 méter. Ez főleg alapozó időszak, vagy ilyen van versenyidőszakban is? Alapozó időszak. Versenyidőszakban ilyen már nincsen. Uh-huh. Versenyidőszakban már csak gyorsasági munka van. Uh-huh. Technika csiszolás? Olyan is szokott lenni. Rád fér? Kell még? Hát szerintem még rám. Mi a, nem is tudom, legnagyobb hiányosságod? Mit érzel? Mi az, ami még csiszolni kell? Hát szerintem a gerincemen. Mert hogy? Mert hogy az nagyon merev. És azt hogy lehet, nem tudom, fejleszteni? Nyújtással, hát, lazítással? Lazítással is, nyújtással is, meg masszírozással.
masszíroztatni szeretnél. Hát igen. Rendben. János, te hogy érzed? Mi az, amiben leginkább fog még, kell még, vagy tud még Dominik fejlődni? Az imént szó volt a technikájáról, valóban jól fogalmazott ő is. Azt kell, hogy mondjam, ebben a mezőnyben technikailag magasan ő a legjobb a korcsoportjában. Hiányossága már korábban említett uszodai lehetőségeink miatt a rajt és a forduló. És miután időben sem tudunk egészen annyit edzeni, mint amennyit kellene vagy szükséges lenne, vannak állóképességi problémák. Az erővel szándékosan nem, tudatosan nem foglalkoztunk még eddig. Az is nagyobb szerepet kap a jövőben, a fizikai szárazföldi munka felkészítésében. Szükség is van rá. Nem mondom, hogy a többiekhez képest hátrányban van, de nincs előnyünk fizikai téren. Az, hogy az állóképességgel problémái vannak, az hol jön ki mondjuk egy 50 méternél? Egy 50 méternél nem jön ki, de egy 200-nál már nagyon durván. Világos, és vonatkozik ez mondjuk egy egész versenyre is? Tehát ha mondjuk délelőtt 50 métert kell úsznia, akkor már nem tud úgy úszni délután 200 méteren? Ezt is befolyásolja? Befolyásolja. Egy 50 méter nem, de egy 100-as kemény versenyszám már igen. És ugye a jövőben nekünk már arra is fel kell készülni, hogy a serdülőkorcsoportban a versenyek nem előfutam és döntő, hanem középfutamok is vannak. Tehát egy versenyszám döntőjéig kétszer kell teljesíteni. Világos. És azért ez megterhelőbb lesz lényegesen, és hogyha több versenyszámban tudunk indulni, akkor még inkább megterhelő lesz. Tehát úgy kell szimulálni az edzéseket, úgy kell programozni, hogy hozzászokjunk ahhoz a fajta terheléshez is, ami majd a versenyeken érint bennünket. Ez mind a kettőnknek új lesz, mert a serdülőkorcsoportosok még nem voltunk együtt, tehát ezt is meg lehet természetesen oldani, azon leszünk, hogy sikerüljön. Dominika, hosszú táv futók néha szoktak anekdotázni olyanról, hogy mikre szoktak gondolni futás közben. Vannak-e valamilyen különleges gondolatod, esetlegesen különleges dallamok, amiket dúdolsz magadban úszás közben, hiszen akárhogy is nézem, ugyanaz úszoda ricsaja nyilván belehallatszik, vagy hallod, de hát ott azért nyilván vannak saját gondolataid. Mondjuk egy 200 méter alatt mire szoktál gondolni? A medencében nem hallatszik a kinti zaj. Arra szoktam gondolni, hogy mindent jól csináljak. Úgy, amit mint? Mondott előtte János bácsi, arra szoktam gondolni. Hát valamikor gondolok rá, és nem sikerül megcsinálni, de valamikor meg... Miket kell itt elképzelni? Miket szokott mondani? Mik a taktikai utasítások? Hát arra, hogy hosszú kartempót csináljam, emeljem ki a vállamat. Meg vezessem ki magasra. Mennyire szoktál ilyenkor, nem tudom, odafigyelni a légzésedre, vagy nem tudom, a társakra? A társakra oda szoktam figyelni, mert hogyha elmegy egy mellettem, és én nem figyelek rá, akkor nem bírom már utolérni. Javarészt nem nagyon kell felfelé tekingetned, vagy felfelé oldalra, mert hát nem nagyon szokott lenni előtted senki. Hát figyelnem kell őket, mert felfelé nézek, de a térlátással látom őket, hogy hol vannak. És hát a levegővételrel meg nagyon nem szoktam figyelni. Mondjuk egy 50 méter alatt hányszor veszel levegőt? Sokszor. Állítólag a nagy amerikai sprinterek, vagy mondjuk a 100 méteres sprinterek, atlétikáról beszélek, 100 méter alatt talán egyszer vesznek levegőt. Akkor ezek szerinted sokkal többször? Hát én minden második karcsapásnál szerintem veszek levegőt. Aha. Van egyfajta, nem is tudom, helyes magatartásmód a vízben? Olyanra gondolok, nem sportszerűtlen vagy ilyesmi, hanem az, amit követni kell. Tehát ő elmondta, hogy egyfolytában az utasításai járnak a fejében. Mindig azt szoktam neki mondani, hogy tudatos munkavégzés a vízben is. Hozzáteszem még azt is, hogy ez a verseny is, mint minden más, fejben dől el. Aki fejben van ott tovább, az nyeri a versenyt. Akkor ezek szerint Dominik mentálisan is erős sportoló, mondhatjuk ezt? Igen. De azért, hogy a nézők kicsit belepillanthassanak ebbe a történetbe, nem olyan egyszerű dolog ez, hogy beugrunk a vízbe és úszunk, nekik teljesen komoly feladatai világos. Vannak. Tehát neki tempolni kell, számolni kell a tempókat. Ugyanis a tempó 200 méter alatt? Minden 50 méteren. Ugyanis a tempószám válasz arra, hogy hol tart, milyen időeredményt úszhat, hiszen az edzések alapján ő tudja, hogy egy adott tempószámhoz milyen időeredmény tartozik. Csak nagyságrendileg említsünk meg egyet, tehát 50 méter alatt hány tempót megy? Ez változó attól függ, hogy milyen formában van, mert egészen más versenyidőszakban és más egy hosszú táv teljesítésénél. Hát általában 9-10 fél
ez a tempószáma egy 25 méteres medencében. Na most ő tudja azt, hogy ha a tempószáma 11 fölé megy, akkor valami nem stimmel. Ez tényleg ennyire bonyolult matematikai sportág? Ez az nem matematikai sportág, de ezek úgy összetartoznak, mert az intenzitás, a tempószám és az időeredmény ezek szoros korrelációban vannak egymással. Egyikből következik a másik, és ő már van azon a szinten, hogy tudja, hogy ha a tempószáma változik, akkor ez valami nem stimmel, és azonnal korrigálni kell, rá kell jönni, hogy mi volt az oka. Nem is értem, hogy nem felejtesz el levegőt venni, bocsáss meg, igen. Kartempó. Igen, hát figyelnie kell, és akkor következő hosszon már kiderül, mert ő is érzi, hogy rövid volt a kartempó, víz alatti munkája, nem vezette ki egészen a kartempót, ezek ránézésre egyszerű dolgok, de azért... Azért ránézésre sem annyira. Megcsinálni azért egy kicsit más. Nagyjából a tempószámból is tudod, hogy a medencének éppen melyik szakaszában jársz? Igen, meg a zászlók. A zászló után még 5 méter van, olyan 3 karcsapás és fordulok. És akkor ezek szerint számolnod kell magadba, fejben tartod az utasításokat. Tényleg nem szoktál dúdolni? Nem. Edzésen sem? Edzésen nem, de előtte úgy valamilyen zene jár a fejembe, de amikor már beleugrok, akkor csak arra figyelek, hogy minden jól sikerüljön. Milyen versenyző vagy? Izgulós? Versenyet nem lehet hozzád szólni? Vagy milyen? Én szerintem nem tartom magam izgulósnak. Hozzám lehet szólni. Szerintem nem izgulok, nem szoktam érezni magam, ahogy izgulok. Van-e helyes versenyzői magatartás a verseny előtt, amit mondjuk követni kell? Átgondolni esetlegesen a rajt előtt, hogy akkor most ezt fogom csinálni, ezután következik? Dominik tényleg nagyon jó versenyző, tehát jó versenyző típus. Uh-huh. Az nem hátrány. Nem izgulja túl magát, van egy lukk, ez teljesen normális dolog. És még nem fordult elő az együttműködésünk során az, hogy ő versenyen betizett volna. Tehát ha ő valamit tud edzésen, az tuti, hogy a versenyen annál jobbat úszik. Megint csak visszakanyarodok azok a bizonyos áprilisi beszélgetésünkhöz, ami a rövidpályás vidékbajnokság után volt, akkor azt mondtuk, hogy ha töretlen marad a fejlődése, Héraklész válogatott lesz. És vesző, akkor 3 év múlva rendeznek ifjúsági Európa-bajnokságot, amin ott lehet. Na de ott lehet-e? Igen, ott lehet. Meggyőződésem, és ezért dolgozunk, hogy nekik 2 év múlva az EIOF-on ott a helye. Ezzel a munkával, ezzel a mentalitással, hogyha ezt így folytatjuk, ott kell neki lennie. Dominik, Európa-bajnokság, mondjuk egy vidékbajnoksághoz képest azért nagyobb előrelépés. Hát egy picit nagyobb. Remélem ott leszünk addigra. Jó, és ha már itt tartunk, akkor 4,5-5 év múlva Rio. Hát az meg nagyon jó lenne. De az még nagyobb odébb van. Hát az még messze van. János? Még közben azért ott lesz egy ifjúsági olimpia. Uh-huh. Az egy kicsit közelebbi időpontnak tűnik. Hogyha időeredményben határoznánk ezt meg, én úgy érzem, hogy ebben az évben még lejjebb tudunk menni, és az 1-2-es száz hátra, vagy 1-1-es száz hátra lemegyünk, akkor a következő évben nem kizárt az 58 másodperces száz hát. Ha a következő évben 58 körüli időt úszunk, és azt következően, amikor másodéves lesz a serdülő korcsoportban, ezt meg tudjuk javítani, akkor komoly eséllyel lehet számolni egy EIOF-ra, ha az, de hát ha nincs azt, mindannyian tudjuk, ha a fejlődése valóban ilyen folyamatos lesz, akkor pedig nem kizárt a későbbi komolyabb verseny lehetőség sem. Kérdeztem, hogy telt a nyár, akkor ezek szerint újra nekiállsz edzeni. Igen, nekiállok. Hát én ezt sok sikert kívánok, meg rengeteg kitartást, és hát minél szebb eredményeket, és kívánom azt, hogy minél többször tudjunk veled foglalkozni, esetlegesen itt az Ászokban, vagy mondjuk a Híradóban. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, ez volt az Ászok, tartsanak velünk legközelebb is. A műsorszám támogatója a Kammerer Café.